hosszú idő után két rendkívüli közgyűlést követően tartott újra maratoni ülést a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei önkormányzat. Miután a résztvevők elfogadták a legutóbbi ülés óta történt fontosabb eseteket és tárgyalásokat tartalmazó napirendi pontot, Kazsuk Attila, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal megyei adó- és vámigazgatóságának igazgatója tartott előadást a hivatal 2020-as tevékenységéről. A közgyűlés elnöke ezt követően a terület és település fejlesztési operatív program eddigi eredményeiről és az idén induló TOP plusz lehetőségeiről tartott tájékoztatást. Én azt gondolom, hogy ha visszautaznánk az időbe ezelőtt 10 évre, akkor látványos lenne a fejlődés, vagy különösen a rendszerváltást idejében, vagy a 2000-es évek elejére, hogy mennyit fejlődött ilyen szempontból a megye. Persze sokkal fontosabb, hogy ez az emberek és a családok megélhetése hogyan alakult. Én azt gondolom, hogy ebbe is javulás történt, a munkanélküliségi mutatóink elmaradnak még ugyanaz országos átlagtól, de sokkal jobbak, mint ezelőtt 10 évvel. Tehát rengeteg tennivalónk van még nyilvánvalóan, de ezt a 7 évet nyugodt lelkismerettel zárhatjuk, ezeket a forrásokat jól és értelmes célokra költöttük, és a tervezési folyamat lezárult, és rövidesen társadalmasítása is lezárult, és rövidesen megjelentek a támogatási felhívások. Minden települési önkormányzatnak elküldjük ezt az előterjesztést, hogy a polgármester kollégák fel tudja készülni a tervezéssel, hiszen november-decemberben már konkrét pályázati felhívásokkal tudunk jelentkezni. Az MSZP frakciójának képviselője Veres János is felszólalt a terület- és településfejlesztési program tárgyalásakor. Az ellenzéki politikus a döntéshozatalok eddigi eljárásrendjét kifogásolta. Mint mondta, a közgyűlés egyes tagjai nem kaptak tájékoztatást a beadott pályázatok részleteiről, azok értékeléséről, de a szocialisták frakciója szerint a támogatási összegek megítélése körül ismerültek fel aggályok. Ilyen módon nem lehet döntést hozni, hiszen ez azt jelentette, hogy valaki valahol eldöntötte, amit mi nem tudunk, hogy ki és hol döntötte, hogy melyik pályázat kerül támogatásra és melyik elutasításra. Ezért én azt remélem, hogy a következő 7 éves TOP plusz pályázati eljárásban ezt a három problémát orvosolni fogják tudni. Azaz, akik a döntésben részt vesznek, azok megismerhetik a pályázatok tartalmát, lesznek bírálók, és a bírálat megismerhető. Ha ez pontozásos, akkor a pontszámok, ha szöveges bírálat, a szöveges bírálat. És amikor a döntésre kerül sor, akkor kell tudnia a közgyűlés tagjainak azt, hogy az adott célra mennyi forrás áll rendelkezésre. Ha ezek teljesülnek, akkor jó szívvel részt fogunk venni a következő 7 éves pályázat elbírálásban. A Jobbik Momentum frakció vezetője Adorján Béla az egészségügyi intézmények átalakításaival kapcsolatban kért szót a napi rendeket követően. A képviselő szerint azzal, hogy a kórházak állami fenntartásba kerültek, egyre inkább romlik a megyei intézmények ellátásának színvonala. Számomra az nem elfogadható egyébként a megyei egészségügy átszervezésében, hogy minden erővel a magán útra, a magánorvosi ellátás felé terelik azokat az adófizetőket, akik a társadalom biztosítási adójukat rendre és szorgalmasan és rendszeresen fizetik. Nem jó koncepció ez. Én úgy gondolom, hogy az embereknek nem kell gyakran anyagi lehetőségeikhez mérten vállalhatatlan terhet vállalni azért, hogy az egészségüket megőrizzék. Ha valaki becsülettel és tisztességgel dolgozik és él ebbe a megyébe, akkor járjon neki a megfelelő embert megillető egészségügyi ellátás. Fontos döntés született ugyanakkor az egészségügy, pontosabban a házi orvosi ellátással kapcsolatban. Lipők Sándor képviselő körülbelül egy évvel ezelőtt elfogadott javaslata alapján a közgyűlés már korábban tette egy ajánlást a kormánynak, hogy a háziorvosi ellátás működtetését országos szinten vegye át az állam az önkormányzatoktól. Ennek nyomán ez a döntés idén nyár elején már megszületett, de csak Hajdú-Bihar megyében. Ezt a kérdést csütörtökön újra tárgyalták a Fidesz frakció vezetőjének javaslatára a megyei képviselők. A tájékoztató napirenden belül értékeltük a jelenlegi helyzetet, és arra a következtetésre jutottunk, és hála Istennek azt mondhatom, hogy politikai hovatartozástól függetlenül egyhangulag tudott a közgyűlés abban állást foglalni, hogy ezt a feladatot Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében kérjük Magyarország kormányát, hogy január 1-i hatállyal legyen szíves átvenni, és az országos mentőszolgálat lássa el ezt a feladatot továbbiakban a mi megyénkben is, hiszen nagyon komoly gondokkal küzdenek azok az önkormányzatok, amelyek ezeket a feladatokat ellátják. A megyei közgyűlés csütörtökön összesen 14 napirendi pontot tárgyalt.
Mint azt Sesták Oszkár elnök elmondta, legközelebb várhatóan november 25-én ülnek össze az önkormányzat képviselői a Megyeháza dísztermében.